Kutyaszépségversenyen vonultatták fel a legszebb, legszeretettebb négylábúakat a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum tangazdaságában szombaton. 9 évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy a nagy közönség számára is kinyílnak a kapuk, azóta minden évben egyre népszerűbbé válik a mezgépiknik. Annyira kinőtte már magát a rendezvény, hogy tehát itt biztos, hogy 1000-1500 ember kint van most is, tehát óriási a tömeg, és nem csak Kiskunfélegyháza, hanem Kiskunfélegyháza környékéről, sőt egészen messziről is vannak látogatók, akik eljöttek, hiszen én azt gondolom, hogy teljesen egyedülálló ez a rendezvény, amit egy középiskola meg tud szervezni. A mai gyerekeknek nagyon hiányzik az az állatközelség, amit itt mi tudunk biztosítani, hiszen meg tudjuk mutatni a tangazdaság állatait, kint vannak a malacok, van kandisznónk, mangalicákat meg tudják nézni, magyar szürkemarha, húsmarháink vannak, a lovak itt vannak testközelben, meg tudják simogatni, van konkrétan olyan marha, amit meg lehet simogatni, van tinó, amit direkt ezért nevelgetünk már másfél éve, hogy konkrétan itt az állatsimogató rendelkezésére álljon, és hát vannak nyulak, tengeri malacok, fűri, galambok, tehát minden olyan, ami látványosság a gyerekeknek. Rózsa Pál hangsúlyozta, nagyon szeretnék, ha egy olyan farmot sikerülne kialakítani, amelynek köszönhetően hétvégén bárki kilátogathat a tangazdaságba, és az állatok között lehet. Az idei mezgépiknikre több újdonsággal készültek a szervezők. Futóversenyt kitalálta az egyik kolléganő, mezgéfutam néven, most 1,3 kilométeren, 5 kilométeren, 10 kilométeren lehetett indulni, és 80-nál többen neveztek. Tehát ez is nagyon megugrott a népszerűsége, és hát egy tényleg egy terep viszonyok között, keresztül a vetéseken, illetve lucerna táblán vezetett a futóverseny, tehát nagyon nagy élmény volt. Tavaly kezdtük el a traktoros felvonulást, amit most kibővítettünk egy traktoros ügyességi versennyel. Nagyon sokan jelentkeztek, hiszen ez a virtus, most már nem lóval versenyzünk, hanem traktorral, és tényleg meg tudják mutatni a gépüket, meg tudják mutatni az ügyességüket. Ide is nagyon sokan, 60-nál több erőgép vonult itt föl, amit nagyon büszkén megmutatnak. A traktorokat bárki kipróbálhatta, kicsi és nagy egyaránt. Az általános iskolások körében meghirdették a kedvenc háziállatom a ló című rajzversenyt. Rengeteg alkotás érkezett a kiírásra, amelyeket a tangazdaság istálójában állítottak ki. A lovagoltatás, a kocsikázás óriási népszerűségnek örvendett, a legkisebb korosztály is boldogan ült fel a pacikra, de természetesen idén nem maradhatott el a gasztropiac sem. Különböző kézműves termékek. Ugye nagyon fontos, hogy iskolánkban nagyon komoly felnőtt oktatás, felnőtt képzési tevékenység is folyik. Kézműves élelmiszerkészítő, sörgyártó, pálinka készítő, méhész tanfolyamunk van, illetve hát felnőtt oktatásban mezőgazdasági technikus, lovászképzés, élelmiszerellenőrzési technikus, és többen ezek közül is itt vannak és kihozzák a saját áruikat, saját termékeiket. Természetesen ugye iskolánknak a húsüzeme is árusít, illetve a zöldséggyümölcs feldolgozó tanüzemének is a termékei ki vannak rakva, és azt néztem, hogy nem győzik hordani a vödrökkel a céklás almalevet, mert úgy viszik, mint a cukrot. A szombati mezgépikniken a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum közel 80 tanulója segített az esemény lebonyolításában. A rendezvény fontos szerepet tölt be a térség fejlesztésében, az agrárium népszerűsítésében is.